Emelt összegű agrárkár enyhítő juttatást kapnak a gazdák. A kifizetés már a hét elején megkezdődik. A kormány a támogatással segíti a mezőgazdaságban az évindítást, valamint ezzel is hozzájárul a biztonságos élelmiszerellátáshoz. Jöjjenek a részletek Barnától és vendégétől. Nagyon szépen köszönöm a külső stúdióban, pedig már ott látjuk Juhász Anikóta, agrárgazdaságért felelős helyettes állampitkát az Agrárminisztérium helyettes államtitkárát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először is szögezzük le, hogy kár enyhítésről van szó, tehát nyilván nem kártérítés, gyakorlatilag nem kárrendezés, hanem enyhítés. Ez azt jelenti, hogy a kár egy bizonyos részét térítik meg. Mekkora részét, vagy ez kultúráktól is függ? Így van, ez nagyon fontos, hogy nem kártérítésről beszélünk, hanem kockázatkezelésről. Az előzőekhez hasonlóan ez egy más típusú kockázatát kezeli a mezőgazdasági termelőknek, és nagyon fontos az, hogy nem az egészet térítjük, és a termelői öngondoskodás is nagyon fontos. Tehát azt a 70-80%-ot is akkor térítjük teljes egészében, hogyha biztosítást is kötnek a termelők hozzá. A termelők hány százaléka, pontosabban hányad része szokott biztosítást kötni? Csak hogy ugye a halmazba el tudjuk helyezni a kérdést. Hát az nagyon fontos, hogy maga az agrárkárányítési rendszer, ahogy említettem, a mezőgazdasági kockázatkezelésnek a része, ez az egyes pillére, a támogatott díjbiztosítása kettes pillére, és a, ahogy említettem, egy ilyen öngondoskodási jelleggel vannak összekötve, Fontos az is, hogy az agrárkár rész, amiről most beszélünk, az a magyar mezőgazdasági szántó területnek a nagy részét, az 5 millió hektárból kb. 3,7 millió hektárt érint, és kb. 70 ezer tagunk van. Ez azt jelenti, hogy viszonylag jól lefedett a mezőgazdasági termelésben. Olvasom, hogy a majd majdnem 3 milliárd, vagy többel is, mint 3 milliárd forinttal megemelte az alapot, hogy összességében mekkora összeg áll a Kárenyhítés és rendelkezésére. Fontos, hogy ez egy kockázat közösség és egy kockázati alap, ami minden évben gyűlik, amikor kedvezőbbé van, tehát kisebbek a kockázataink. Viszont a tavalyi év és az idei év az nem csak a 2020-as és a 2019-es év, főleg a 20-as év, az nem csak a koronavírus járvány miatt, hanem a természeti csapások tekintetében is egy kiemelt év volt, és ezért egyszerűen elfogyott ez az alap, és ezért kértük a kormányt, hogy emelje meg 3,5 milliárd forinttal a kárenyhítési alapunkat. Milyen káresemények tekintetében kaphatnak enyhítést a gazdák? Nagyon sok, tehát azt gondolom, hogy ami mi mezőgazdasági termelőt növénytermesztés esetében a természet oldaláról érhet, abban minden káreseményt figyelembe veszünk. Természetesen a legfontosabb az asszály. Jelen pillanatban a 2020-as kárenyítési évben is az asszály volt a legnagyobb területen érintett. És nagyon fontos még a tavaszi fagy illetve a vihar, szerencsére a jégeső, ami korábban egy nagyon komoly káreseményünk volt, az a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer harmadik pillére a jégkármérséklés okán, amit 18 óta a kamarával együtt üzemeltetünk, ez jelentősen csökkent. Árvízi okok miatt érkezett be, kérelem? Az árvíz is benne van a, a Káresemények között, de tavaly árvíz bejelentésünk nem érkezett. Összesen hány termelő kaphat kárenyhítést, és mekkora területet érint ez? Nagyon fontos, hogy akinek kárbejelentése érkezett, és az ellenőrzés során ezt jogosnak ítélték a hatóságok, ők mindannyian megkaphatják a kárenyhítő juttatásukat. 8000 fölött van, és 21000 kérelmünk érkezett és 500 ezer hektár fölötti területre érkezett, tehát a szántóterületünknek területünknek több mint 10 ára érkezett 2020-ban kárbejelentés. Ez egy igen magas arány, a 15-19 éves átlagának a háromszorosa. Hogyan tudják ellenőrizni, hogy melyik gazda mekkora igényt nem feltételezze persze, hogy valaki akarattal is rossz számot ír be, hogy mondjuk én a Fábián Barna gazdálkodó, 50 hektáron termel őszi búzát, és az azt mondja, hát oda a test, beírom, hogy 45 hektáron alig volt termés. Hogyan, hogyan ellenőrzik ezt? Kijönnek? Igen, egyrészt kijönnek, másrészt pedig nagyon fontos, hogy ez egy rendszer kockázatkezelési rendszer, az összes mezőgazdasági szakigazgatási egységhatóság hatóság részt vesz benne, kezdve az államkincstártól, aki az előzetes ellenőrzéseket végzi, a kormányhivatalokig, akik a helyszíni ellenőrzéseket végzik, a kormányhivataloknak még a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is segíthet, de a nébi is be van vonva a rendszerbe, tehát aki a magyar agrárszakigazgatásban részt vesz, mint szereplő, az mindenki részt vesz az ellenőrzésben. Azért kérdeztem, bocsásson meg és maradván az őszi búzánál, a kenyérgabonánál, mint az egyik legnagyobb területen vetett, majd szántóföldi növényünkről van szó, hogy nyilván az ember megszerzi, hogy négy és fél és 5,5 tonna, 10 tonna körül szokott lenni a termés, a jó gazda, egy rutinos gazda, hogy szemre meg tudja satszolni. Tehát nyilván pontosan nem lehet. Ezért van az, hogy a kárnak csak úgy 70-80 százalékát térítik? A helyzet az az, hogy a hozam és a hozam csökkenés után fizetünk, Ereinte átlaghozamokkal dolgoztunk, de utána bevezettük azt, hogy a gazdálkodók maguk adják meg a hozamadataikat, és amikor elég évnyi hozamadat gyűlt össze, akkor ennek az átlagának a csökkenését vesszük figyelembe. Ebbe egy háttérintézményünk, szintén a rendszer része, az Agrárközgazdasági Intézet van a segítségünkre. Értem, tehát hogy még gazdának évek óta és mondjuk kukoricát termel, 8-10, mondjuk ha jó öntözik, 11 tonnás termés van hektáronként, hirtelen bejelenti 14 tonnát, ami persze genetikailag is problémás már, az már gyanús. Hát ameddig nem jelent be kár enyhítési kérelmet, addig ezt megteheti? Uh -huh. Értem, de az ellenőrzés folyamatos, meg hát nem érdekük a gazdáknak sem, hiszen nekik az az érdekük, hogyha már kár van, azt enyhítsék. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.